Kovács Evics Anna a Laskói Általános Iskola igazgatónőjének kezdeményezésére néhány hónapja egy igen érdekes gyűjtés kezdődött meg, melynek tárgyai azok a kis színes könyvecskék, amelyeket régen az általános iskolában olyan lelkesen adtak át egymásnak az iskolatársak, barátok. Versek, jó tanácsok, dalszövegek és időnként már-már képzőművészeti alkotással felérő rajzok díszítik ezeket az emlékkönyveket. A bennük található nagybecsben tartott ifjúkori emlékek most maradandóvá válhatnak, ugyanis digitalizálják őket az utókor számára. A régi emlékkönyvek némelyikének a borítója már jócskán megkopott, a lapok megsárgultak, az írásokból már-már nem is lehet tudni biztosan, hogy ki a szerzője. De akinek van ilyen könyve, annak rögtön eszébe jutnak az arcok, az élmények, a barátságok, amikor az iskolában az órák közötti szünetekben odaadta valakinek, hogy írjon bele, emléket állítva valaminek. Egy barátságnak, egy szimpátiának. Sokan lakattal zárták le, féltve őrizték, de büszkén mutatták meg a legközelebbi barátoknak. Az ilyen emlékkönyveket a fiatal generáció már nem ismeri, de az idősebbeknél biztosan lapul ilyen könyvecske valahol a polcon, a padláson vagy egy dobozban teli emlékekkel. Kovács Evics Anna, a Laskói Általános Iskola igazgatónője, az ötletgazdája az emlékkönyvgyűjtésnek. Sok drávaszögi magyart ösztönzött ezzel arra, hogy előkeresse ezeket az iskolai emlékeket és barátságokat őrző könyvecskéket. Diákkorunkban, ifjúkorunkban nagyon nagy divat volt az emlékkönyvbe írás. Mindannyiunknak volt emlékkönyve, odaadtuk barátainknak, rokonainknak, ismerőseinknek, tanulótársainknak, és azok nagy gonddal, vagy néha a fiúk kevesebb időbefektetéssel, de bejegyezték a kis versikéiket, rajzos bejegyzések is keletkeztek, és ezeket nagyon szép elővenni így, felnőtt korban is, hiszen felelevenednek a barátaink arcai, az emlékek, az együtt töltött idő. 20 évvel ezelőtt, amikor kezembe akadt a saját emlékkönyvem, akkor gondoltam arra, hogy nagyon szép lenne a drávaszögben összegyűjteni ezeket a magyar nyelvű emlékkönyveket. Valami kis nyomtatványra gondolunk, esetleg egy kiadványra, hogy elsőbben, hogy a felnőttek visszaemlékezzenek ezekre az időkre, másrészt viszont, hogy példát mutassunk a fiataloknak, hogy maguk is esetleg készítsenek ilyeneket, hiszen úgy hallottam, hogy a mostani időben is egyesek, bár kevesebben, de írnak emlékkönyvet, illetve naplót, és ez nagyon-nagyon felnőtt korban nagyon fontos lehet. Tulajdonképpen megismerjük, vagyis újra ismerkedünk önmagunkkal, hogy milyenek voltunk gyerekkorunkban, tanulunk belőle, és főleg visszaemlékezünk a barátainkra. Na most, ha kiadványról gondolkodunk, illetve valami kis nyomtatványban, akkor ennek az első lépése mindenképpen a könyvek begyűjtése. Tehát, mint ahogy említettem, 20 évvel ezelőtt már begyűjtöttünk sokat. Aztán úgy alakult, hogy feledésbe merült a dolog, visszaadtuk egyeseknek az emlékkönyvet. Sajnos nem mindenkinek, mert egyeseknek már nem tudtuk visszaadni. Eltávoztak közülünk, ezek nálam maradtak, és nemrég újra a kezembe akadtak, és akkor megint nekiláttunk. Első lépés a gyűjtés, aztán ezeknek a feldolgozása, értékelése, esetleg valami formában, tematikailag elhelyezzük őket valahova, és egymáshoz csatoljuk, úgy értem, őket, és akkor majd ebből elkészül hamarosan a kiadvány.
Minden emlékkönyv közepén kapott helyet az úgynevezett társaslap, ide írtak alá az emlékkönyv szerzői. De volt benne külön vicclap is, ahol mókás, rövid versek, humoros megjegyzések voltak olvashatók. Ezeket a könyvecskéket az általános iskola végeztével sokszor a középiskolába is tovább vitték a tulajdonosaik. Kopácson Takács Izabella a mai napig nagy becsben tartja nem csak a saját, de édesanyja emlékkönyvét is, amelyeket szívesen mutatott meg nekünk. A Várdaróczi Péter Irén is előkerítette egykori emlékkönyvét. Számára igencsak kedves emlékeket idézett fel, amikor belelapozott, a benne található írások néhány szerzőjével még ma is jó barátságot ápol, és örül annak, hogy ezek a könyvek most egy gyűjtemény formájában meg lesznek őrizve az utókor számára. Mindenféle emléket föltépdes, ezt tudod. Szépeket is, meg a szomorúakat is, meg akkor persze, hogy egy-egy sor kapcsán rögtön a szüleid is eszedbe jutnak, meg a tanítóid, úgyhogy hát ez rengeteg emlék. Van néhány fénykép is, ugye, itt ezek a nyolcadik osztályos képeink, ez éppen az enyém, akkor a legjobb barátnőim, osztálytársnőim vannak benne, és ez mind a nyolcadikos, talán a tablóképünk, és nem tudom, tehát külön ilyen, hogy emlékkönyvek nem volt akkor, mint amilyenek ma vannak, hogy különlegesek, meg szépek, meg szerintem ezt még a szülők nem is tudták, hogy mi mivel foglalkozunk. Fogtunk egy füzetet, és akkor nyilván, hogy hallottuk vagy az idősebb generációktól, ugye, hogy van ilyen, és akkor hát ki mit talált, dalszövegek, emlékversek, igazán még az irodalomban se, ugye nem igen vannak, nem sokan foglalkoztak vele, hanem akkor hát, amit szívük diktált. Ha szerelmesek voltak, akkor olyant, ha csalódottak voltak, akkor olyant. Főleg lányok írtak bele, ugye, és főleg az osztálytársak. Az emlékkönyvekben található nagy becsben tartott ifjúkori emlékek maradandóvá válhatnak a gyűjtés által, amely még zajlik, így akinek van és szívesen digitalizációra bocsátaná azokat, az jelentkezzen szerkesztőségünkben vagy a Laskói Általános Iskolában.